külhoni magyar kisdiákokat táboroztat a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A cég több évtizede jó kapcsolatokat ápol a Székelyföldi Erdészettel, így most 22 csíkszeredai gyerek tölthet el egy hetet a Kőszegi Hegységben lévő Stájerházi Erdei iskolában. Az erdőgazdaság gazdag programot szervezett a táborlakóknak, megismerkedhetnek a környék állat és növényvilágával, természeti szépségeivel és idegenforgalmi látványosságaival. A gyerekek Szegen, Jákon és az Őrségben is kirándulnak. Szerdán a Sági István Erdészeti Központban fogadta a cég vezérigazgatója és az állami földeket felügyelő államtitkárság helyettes államtitkára a Csíkszeredából érkezett diákokat.